Üdvözlöm a kedves gazdagrétieket, most még nem látszom a kamerában, de mai mindjárt a Tüskő utcában vagyok. Ma reggel értesített az egyik itt lakó, hogy valami történt, valami probléma. Hát azért mutatom ezt a fát, mert a fát miközben villanyoszlopot cseréltek a főváros megrendelésében, sikerült az egyik fának, illetve pontosabban három fának a gyökereit megsérteni. Fordulok is mutatom a három fát, és itt is van Keller Zsolt képviselő úr, mint a fák védője. Hát először is jövök oda Zsolt mellé, hogy folytassam a riportot. És hát első mondatként hagyd dicsérjenek már meg Zsolt, mert az az igazság, hogy a lakók ugye fölhívtak, hogy itt valami baj van, jöjjek ki, vegyem fel, értesítsem, mert a lakosságot kérem meg az önkázatot, hogy intézkedjenek. Mire ide értem, már itt voltál és már intézkedtél, tehát olyan piszok gyors vagy, hogy azt nem lehet követni. Most a kamerában nem látszik, de már az a önkormányzatnak milyen részlege van, aki itt van? Hát a közlekedési osztálytól van itt, mert ugye félig meddig hozzájuk tartozik, valamint a környezetvédelmi osztálytól is itt van. Tehát ebben az időben még az is belefért, hogy már őket is idehoztad. Tehát ez tényleg végtelen gyorsan. Azért fér bele, elmondom, mert ugye nekem tegnap este jelezték lakók, hogy ilyen 20-30 éve ültetett fáknak ugye a gyökereit átvágják. Ugye akkor a közterületfelügyelet kijött, csinált fotókat, ezeket megküldte az önkormányzatnak. Én is utána néztem a rendeletnek, megbeszéltem bent az önkormányzatnál kollégáknak, akik elmondták, hogy hát ugye eleve ott kezdődik, hogy 5 cm-nél szélesebb gyökereket nem is lehet átvágni, géppel nem lehet átvágni, ugye azt lapáttal kell kiásni, ott körbeásni, igen. Tehát itt sajnos az történt, hogy nem a vállalkozó, hanem az egyik alvállalkozó, ugye most már nem látszik, egy markolóval, azt hiszem fölvitték oda, markolóval kezdte el ásni, ugye, mert keresik a kábeleket. Igen, és sajnos, hát majd itt a kamera is mutatja, itt is, ugye ez a 3-4 sajnos sikerült elég vastag gyökereket átvágni, és akkor ezért jöttünk ki, hogy ezt leállítsuk, mert ugye ilyenkor ugye a jogszabály úgy szól, hogyha ő át is vág 5 cm-nél kisebb gyökereket, akkor egy megfelelő szakemberrel azt utána azonnal le kell kezeltetni, hogy ne az legyen, hogy a fa adott esetben fél év múlva, egy év múlva kipusztul, elszárad, vagy akár az ágai elszáradnak. Virágos. Most az, hogy ez a probléma történt, azért az, ha jól tudom, nem jelenti azt, hogy nem menthető a történet. Mondod a lekezelés. Igen. Tehát most akkor gyakorlatilag, most ez három fát érint jelenleg, nagyon gyorsan sikerült megállítani a folyamatot, és most jön egy szakértő, aki ezt le fogja kezelni, hogy a fá semmilyen komolyabb sérülést ne szenvedjen. Ez így van, és még a mai nap, ugye elmondta itt a vállalkozó is, hogy ezt még ők a mai nap akkor szeretnék is visszatelepni. Ugye itt a probléma az, azt kell megérteni, hogy ezek a fák, amik 20-30 éve itt vannak, ezek sajnos pont a villanykábelekre lettek ráültetve. Ugye mivel most... A közmázat az régebbi, mert ez a lakótelepen ez így együtt van, épült. Ez így van. Ugye most az egész lakótelepen ugye a főváros ugye ki fogja cserélni a közvilágítást, ilyen nagyon modern, energiatakarékos, ledes világítás lesz, ami ugye egy-két helyen a kaptató sétányon tavaly már elkészült, de most az egész lakótelepen megcsinálják, és azért kellett megállítani ezt, hogy időben el legyen kapva, mert azért lent is lesz, én biztos vagyok abban, lesz olyan, ahol bizony a gyökér az akadályozni fogja, és akkor erre most felhívtuk a figyelmüket, hogy ezt a jövőben már úgy kell, és természetesen azért ellenőrizni fogjuk ezt a munkát mindenképpen. Én azt gondolom, hogy amíg az ember dolgozik, hibázik, tehát nem itt van a probléma, az a jó, hogy időbe lehet észrevenni, az a jó, hogy időbe lehet intézkedni, cselekedni, és az a jó, mert én most beszéltem, nyilvánosság előtt nem vállalhatta, hiszen érthető, csak egy alkalmazott az adó cégtől, de tényleg azt mondhatom, amit nekem mondott, hogy azonnal megálltak, azonnal betartják, amit a Keller képviselő úr előírt, vagy amit az önkormányzat előír, és már is javítják. Tehát most azt mondom, hogy egy pozitív történetet zárunk le, egy rosszul indultból nagyon hamar lezárva egy pozitív lett. Úgyhogy szerintem nincs miért aggódni, kérek mindenkit a Tüskő utcából, mindenki nyugodjon meg, nem lesz probléma, nem hal meg a fa, minden rendben fog működni, azért vagyunk, pontosabban azért van a képviselő úr, azért vannak az önkormányzatnál, azért vannak a itt dolgozó emberek, hogyha hiba van, akkor azt javítsuk. Zsolti, nagyon köszönöm neked azt, hogy intézkedtél, meg a nagyon gyors riportot, én még nagyon gyorsan közzéteszem, hogy nehogy ilyen hirtelen népharag, vagy ilyen, nem is tudom, igen, induljon el, hogy hoppá-hoppá, erdő, nem elég, hogy a fákat vágják, igen, a kormány, most még az önkormányzat is pusztítja a fákat. Nem. Tehát ettől nagyon messze vagyunk. Ettől nagyon messze vagyunk, ez időben meg lett állítva.
tényleg, ami, ahogy te is mondtad, a vállalkozó, ez a nagyon korrekt, nagyon pozitívan áll hozzá, azonnal ő saját magán állította a gépet, el is vitték ugye ezt a kisebb martolót. Mindenféle kézzel fogják, gondolom, az ilyen fák közelinél kézjásás lesz. Kötelező, tehát nem csinálhatják máshogy, ugye sajnos az a probléma, hogy ugye a kábelek nem mindig ott helyezkednek el, ahol mondjuk ugye a villanyoszlop van, ezeket meg kell keresni, ugye a földben, hogy hol jön. Ugye ez példája fent a Gazdagói téren, hogy ott sajnos egy majdnem 10 méter hosszú gödröt kellett másni, hogy megtalálják a kábelt. Na nem baj, majd a Gazdagréti téren majd még intézkedhetsz, csak ott nem a kábelek miatt, figyelj, a visszazöldítés de miatt, ugye a Gazdagréti... következő feladat. De ugye ezt, ahogy mondtam, ott a tervek már készülőben vannak, őszinte leszek, a te egyik cikked alapján, biztos nézel, te írtad ugye azokat az illusztrációkat, amiket oda betettél, azt én akkor föl is hívtalak, hogy használhatjuk-e őket, mert nagyon jó ötletek vannak benne. Én nagyon várom, hogy elkészüljenek a tervek, lássam, és akkor utána ezeket megmutassuk. Tehát akkor nem mutatod a lakosságnak, és lesz egy ilyen, fórum, de valami hát fajta fórum, közösségi tervek, és az a divatos szó most. Mindenképpen igen. Na hát ezt nagyon várjuk, szerintem itt Gazdagréten, a Gazdagréti tér és a Nagyszebentéri tér visszazöldítés az szerintem kulcs feladat. Ez így van. Tehát ezt mindenki azt szeretné, hogy végre megszabaduljunk a hőszigetektől, úgyhogy Zsolt. Meg hogy használható legyen, tehát hát most a Gazdagréti teret nem lehet használni, mert igen, elnézést, egy-két helyen lehet csak. Tehát nincs kihasználva. Hát aki ott is ahol leül, hát azért ember legyen a talpán. Jó, sokáig igen, nem ül ott. Sokáig nem ül ott, pontosan, mert sajnos árnyékolás az és ezek most meg fognak jelenni az új tervezésbe, az árnyékolások, meg az öltítések is. Abszolút, persze. Tehát egy ilyen igazán élhető teret varázsoltok oda. Azt szeretném. Ó, nagyon várjuk. Egyébként, hogyha ez a terv kész van, te hogy látod, hogy körülbelül mikor ez jövő tavasz, vagy hol lehet a kivitelezés? Most büdzsét félreteszem, hogy mikor van rá pénz. Én azt gondolom, hogy ez igen, ez jövő tavasszal elindulhat. Kérdés az, hogy tényleg mikorra lesznek kész a tervek, hogy tényleg dolgoznak. És még egy dolog, ha már itt beszélünk, hogy a Madárhegyi Gyerekcentrumnak a terve is, azok már elkészültek, nem? Azok elkészültek, ugye? Én láttam. Ott már a kivitelezés előtti szakaszban vagy? Hát ott az jövő tavasz, ha minden jól vagy, akkor jövő tavasszal kezdődik el, ugye tereprendezés, stb. De azt is meg kell csinálni, és akkor utána indulhat el majd a kivitelezés. De ahogyan elmondtam egy régebbi interjúban, én azt gondolom, hogy az egyetlen egy olyan terv, lehetett elfogadva, hogy Madárhegyen szóba jöhet ez a zöld beruházás, ugye, ez a 70%-ban önellátó épületek, madárfészekre, elnézést, madárfészekre fog hasonlítani, úgyhogy tényleg jól fog kinézni. A Madárhegynek végre valami történik, szerintem Madárhegyen nagyon fognak megjörülni. Muszáj, mert ugye a Gazdagréti óvodák, iskolák annyira le vannak terhelve, ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi időben, vagy akár az elmúlt 10 évben nagyon sokan költöztek be oda, nincsenek boltok, nincsenek közintézmények, ugye ezáltal az a terhelés, hogy gazdagokhoz zúdul rá. És a Sasadéget is oda ide zúdul a másik oldalról. Igen, bár ugye Sasadon ott azért vannak iskolák is, de Madárhegyen sem, és én azt gondolom, hogy ezzel tényleg egy több évtizedes hiányt fogunk pontolni Madárhegyen. Nem csak Madárhegyen, hanem ide mehetjük spanyol ütteket, Dorsungen majd, ugye. Bár tudom, hogy egy dűtőként szoktuk használni a Madárhegyet. Hát Zsolt, én nagyon köszönöm, sok sikert kívánok neked a Madárhegyi munka, az Gazdagrétihez mindegyikhez. És akkor a fákat sikerült megmenteni, ez nem lesz baj. Nem lesz baj, ez így van. Köszönöm.